9. alkalommal ünnepelték meg november elején azokat az alapellátásban dolgozó házi orvosokat és nővéreket, akik a legtöbb szavazatot kapták a nemzetházi orvosa pályázaton. A határon belüli kategóriában legjobb Szabolcs megyeiként a napkoron praktizáló dr. Kóder Péter is az első 10-ben végzett, aki vendégünk is a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Először is gratulálok! Hogyan érezte magát akkor, amikor megtudta, hogy ilyen szép eredményt ért el? Ha jól tudom, akkor a 7. lett. Igen, 7. lettem. Ez 9 éve működik ez a Nemzet Orvosa című pályázat, ami Kárpát-medencétől eléfelé is Magyarországot. Itt hát ennél a pályázatnál azért a Ember Erőforrások Minisztériuma, tulajdonképpen az Egészségügyi Államtitkárság által létrehozott pályázati rendszer ez, és egyrészt a Kárpát-medencén belül tulajdonképpen Felvidéktől, Erdélyen keresztül, Vajdaságon át ide tartoznak a nemzeti egybetartozásért jegyében történnek ezek a dolgok, és tulajdonképpen ajánlások alapján történik itt bizonyos mértékű rangsor kiajánlása. Elsősorban betegeink írnak rólunk ajánlást, de ajánlást tehetnek egyébként polgármesteri hivataloktól kezdve rendelőintézeten keresztül bármiféle civil szervezetek is, és ezt az ajánlást tulajdonképpen elbírálja egy bizottság, és kialakítja az első 10-et. Tehát itt akkor, bocsánat, első körben, tehát nem arról van szó, hogy én jelentkezek, hogy hoppá, én úgy gondolom, hogy nagyon jó házi orvos vagyok, és szeretnék versenyezni. Nem, egyáltalán nem erről van szó, és engem ez teljes meglepetéssel ért ez az egész történet, mert a második körre, amikor már bekerültek, és amikor lehetett leadni a szavazatot, akkor gyakorlatilag rendelőmben jöttek emberek, és mondták, hogy gratulálok, és nem értettem, hogy mihez. És akkor sukta a nővérem, hogy de hát főnök, hát jegyeztek, túl vagy a második körön, most már szavazni lehet rá, és tulajdonképpen ezt egy szavazásos rendszeren interneten keresztül lehetett adni a szavazatokat, meg voltak a szabályok, hogy mik alapján, és ennek alapján állították föl a rangsort, és november 5-én a Vigadóba került tulajdonképpen ennek az oklevélnek, meg ennek az eredményhirdetésnek az ünnepélyes keretek között az átadása, ahol hát egy teljes megható ünnepség volt. Uh-huh. Tehát akkor tényleg abszolút meglepetés volt ön számára is, hogy egyáltalán jelölték. Gondolom azért olvasta az értékeléseket? Hát igen, olvastam az értékeléseket. Igen. És? De ezt hozzá kell tenni, hogy ezt elsősorban én a betegeimtől kaptam 6 ajánlást. Volt olyan kollega, akit az önkormányzat ajánlott, és hát azon kívül a szakmaiság mellett, amit nem nekem kellett eldönteni, nem azért ebben benne volt a kardiológus professzor, a maga családorvostani tanszéken keresztül számos szakmáját értő ember, aki ezeket elbírálta és nézte a szakmai oldalát, de ennek én elsősorban úgy gondolom, hogy a betegeink részéről egy mérhetetlen nagy bizalom, meg megtisztelés és megbecsülésnek a része, ami engemet teljesen meg is hatott. És de hát gondolom, akkor becsülik meg önt, hogyha ön is megbecsüli őket. Hát ez kölcsönös. Igen. Tehát minek köszönheti egyébként ön szerint ezt az elismerést? Hát nem tudom. Nagyon őszintén megmondom. Nem tudom, én csak végzem dolgomat. Én már nagyon régóta arra készültem, hogy én falusi orvos leszek. Én rakamazi vagyok. 12 éves koromban már ott dolgozott Tuzson Géza bácsi, és én néztem, hogy ő hogy dolgozik és mi mindent csinál, és engemet teljesen ámulatba ejtett a tudása, az emberekhez való kapcsolata, ahogy folyamatosan járt ott a falut, és az ő pacientúrája az Szerencstől egészen Tiszalökig tartott, vagy Nyíregyházán keresztül, és ez engemet teljesen ámulatba ejtett. Tehát ő volt a példakép. Igen, az és egyik. Még a mai napig is akkor. Gondolom. Igen, és még van, és mindenféleképpen hozzá kell tennem, hogy én 4-esben kezdtem el az életemet dolgozni, és a 4-es belgyógyászatnak akkor az osztályvezető főorvos, a Stallmayer József főorvos úr volt, és ő egy nagyon határozott ember volt, illetve aki engemet ezen a pályán így elindított, mert tőle szakmát, tisztességet, becsületet lehetett tanulni. Hm. És ez a két ember az én pályám elindításából, meg hogy én házi orvos lettem, meghatározó volt. Mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy mi a házi orvosi szakma szépsége. Hiszen azért egy nagyon nehéz szakmáról van szó, hogyha önhöz mennek a betegek, hát mondhatnánk azt is, hogy ön az első szűrő. Hogyha ön valamit nem vesz észre, ha nem küldi el a beteget oda, ahová, vagy rossz helyre küldi el, azért itt eléggé nagy felelősség van, már itt első körben is. Igen.
Hát én úgy érzem, hogy itt tulajdonképpen a, mindig szoktam mondani, ez a holisztikus gondolkodás az mennyire fontos az orvoskodásban, de itt tényleg nagyon-nagyon sok és összetett a dolog. Ma már, amikor egy belgyógyászaton belül is számtalan kisebb-kisebb apró szakmák vannak, sőt, vannak gerincsebészek, akik csak bizonyos fajta műtéteket csinálnak, és másfajtát már nem csinálnak, de itt mégis tulajdonképpen kapunk egy embert, akit látunk egészben, jönnek a problémáival, mi ezt hozzákezdjük keresni rá a megoldást, a gyógyítást, és akkor, amikor megtörténnek a vizsgálatok, gyakorlatilag laborvizsgálatoktól kezdve képalkotó eljárások, egyéb szakmáknak, hogyha szükség van a segítségügy kérése, ezt össze kell pakolni. Tehát most nem úgy van, hogy csak meggyógyítom a szívét, vagy meggyógyítom a fülét, és akkor nem látom az egész embert. Tehát ez itt az, amikor úgy az ember az egész embert látja, és még a másik része az, hogy látom azt a környezetet, ahol ő él, és ahonnan indul. Ön ismeri az egész falut? Az előbb úgy fogalmazott, hogy falusi orvos szeretne lenni, de akkor gondolom ismeri az egész falunak igen, az egészségi állapotát. Igen, talán most már ez egy kicsikét másabb. Én 13 évig egyedül voltam a faluba, és gyakorlatilag most már 96-tól ketten vagyunk, úgyhogy most már van egy-két, igen, most már megosztik jobban a munka, tehát egy ilyen újonnan bekerültek, vagy oda költözötteket, nem feltétlenül mindenkit ismerek, de egyébként mindenkiről mindent tudtam. Hát akkor ezek szerint ön tényleg tudja az egészségi állapotát is napkornak. Gondolom egy házi orvosnak az is a feladata, hogy javítsa. Ugye? Igen, mindenféleképpen. Tehát ne csak gyógyítson, hanem javítson, vagy preventív eszközöket használjon. Igen, mindenféleképpen az a dolga, hogy javítsa. Nekem nagyon régóta veszőparipám ez, és mindig mondogatom, hogy sajnos a házi orvoskodás időnként csak akut betegellátással, vagy folyamatos bejövő betegellátással foglalkozzunk, aztán utána esetleg szűrünk, későbbiek folyamán gondozunk, de ami nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, népegészségügyi feladatoknak az ellátása. Népegészségügyi feladatok alatt azt értem, hogyha megnézzük Magyarország lakosságát, látjuk, hogy mennyi a szívérrendszeri megbetegedéseknek a száma, tudjuk azt, hogy milyen a daganatos megbetegedéseknek a száma, és gyakorlatilag erre már sokkal hamarabb kellene gondolni, mielőtt még kész betegséget kapunk kézben, amit kezelni kell és gondozni kell. Tehát mindenféleképpen már fiatalkorban ki kellene erre helyezni a hangsúlyt, hogy igen, ne hízzanak el a fiatalóink, megfelelő legyen a D3 vitamin ellátottságuk. Igen, ezt rendszeresen megkapják szerintem a médián keresztül, igen, meg amúgy is, de mégis ugye hát a legfontosabb az, hogy tegyünk is annak érdekében, hogy ez ne így legyen, hogyan. Így van, és akkor tulajdonképpen magának a még egészségesnek érzett embereknek, ott a 45-65 éves korcsoportot is mindenféleképpen szűrni lehetne. Erre most egyért van egy nagyon lehetőség, mert erre sosem volt igazából pénz. Most van egy minisztérium által kiírt 3 generációval az egészségért című program, ezen belül lehet már hozzá anyagi forrásokat is szerezni, egy-két kollega már itt Nyíregyházán csinálja is. Doktor úr, még beszélgetésünk végén, ugye november végén járunk, mi most a legakutabb betegség, amivel a legtöbb alkalommal fordulnak önhöz? A leggyakoribb betegség egyik, mint a légúti fertőzések. És én mindig szoktam mondani, hogy a légúti fertőzésre milyen vitaminokat tegyünk, mit szedjünk, mit csináljunk. Én nagyon lényegesnek tartom a védőoltásnak a beadását. Tehát az influenzani védőoltást, én nem, a védőoltással kapcsolatban nagyon-nagyon időnként rossz felhangjai vannak minden, én teljesen védőoltáspárti vagyok, mert úgy gondolom, hogy azzal betegségeket tudunk megelőzni, nagy járványokat tudunk megelőzni. Tehát én elsősorban a védőoltásokat tartanám, utána, hogy megfelelő legyen a D3 vitamin ellátottságunk, együnk C-vitamint, megfelelően öltözködjünk, mossunk kezet, stb. De ezeket a média már elmondja. Igen, rendben, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és gratulálunk még egyszer. Köszönöm.